2012. május 21-én a Leonardo da Vinci zseniális találmányai című kiállítás megnyitóján jelentette be Székelyudvarhely polgármestere Bunta Levente, hogy az önkormányzat megvásárolja a Haberschlump villát. És teszi mindezt annak érdekében, hogy a Házrezső Múzeum méltó székhelyet nyerjen el. Álmodtunk egy nagyobb múzeumot magunknak, és most mindenki ennek a valóságnak áll itt a kapujába. Igen fontos mérföldkő számunkra a reprezentatív és korhű infrastruktúrával rendelkező ingatlanba való költözés. A Haberschlump villába, amelyet 1900-ban építettek. Bizonyára az itt jelenlévők közül is sokan vannak, akik számára azért kedves ez az épület, mert itt jöttek a világra, többek között a feleségem is, de sokan vannak, akik itt tanulták a betűvetést, itt jártak iskolába. Születtek itt jó emberek, tanultak itt jó gyermekek, és hamarosan azon fognak itt dolgozni igen jó szakemberek, hogy a kultúra szolgálatában állítsák az ingatlan. Hálásak lehetünk Haberschlump Károlynak, amelyet Székelyudvarhely épített örökség ezen színfoltját megálmodta nekünk.